Idén is csókpadokkal várják a helyieket és a turistákat Hévízen. A tavaly életre hívott eseményt idén második alkalommal hagyományteremtő céllal szervezte meg a Hévízi Vállalkozók Egyesülete. Céljuk, hogy együtt ünnepelhessük a szerelmet és a szeretetet, illetve hogy Hévíz városát széltében, hosszában meg tudják mutatni a helyieken kívül az ide látogató turistáknak is egy kedves program keretében. Boldogság bennünk lakik. A gondolkodásunkban, az életszemléletünkben, ahogy hozzáállunk az életünk eseményeihez. És erről fog szólni ez a hétvége. Idén a város 57 pontján találnak csókpadokat a szerelmesek, több helyszínen pedig apró meglepetésekkel, programokkal várják őket a szervezők. Sőt, ebben az évben a szinglikre is gondoltak. Barátnőmmel, Zsuzsival alkottuk meg ezt a szinglipadot, ez idén újdonságnak számít, a valentinnapi hétvégén lesz elérhető. Itt elhelyeztünk randilapokat is, hogy a szinglik, illetve a párkeresők egymásra találjanak, akár megbeszélt randit is létrehozzanak itt a padunkon. Február 12-e és 14-e közt nyereményjáték, élőzene és több kisebb-nagyobb meglepetés is várja a szerelmeseket Hévízen. Csodálatos ötletnek tartjuk Hévíz városában ezeket a csókpadokat, hiszen a járványhelyzetben és a távolságtartás időszakában a szerelmes párok legalább egy kicsit összebújhatnak ezeken a szépséges padokon. Nem csak a belváros, de a Véderdő romantikusan feldíszített részei is a szeretetet, az egymásra találást szolgálják ezen a hétvégén Hévízen, a Csókok városában.